Zajlik a város rehabilitáció. Összesen mintegy két és fél milliárd forintot fordítanak a huszártelep és a keleti lakótelep fejlesztésére. Még veszélyes a jégre lépni, legalább 8 centi vastag jég kell ahhoz, hogy biztonságos legyen a befagyott állóvizek felszíne. Milliós fejlesztések, számtalan beruházásnak köszönhetően korszerűsödik vásárosnamény. 2020-ban az autós közlekedés javítása a cél. Több mint 2,5 milliárd forint értékben zajlik a Huszártelep és a Keleti Lakótelep rehabilitációja Nyíregyházán. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. A projektben az érintett területek hátrányos helyzetű lakói juthatnak felújított bérlakásokhoz, de a program része még a foglalkoztatás elősegítése is, ez képzési támogatás biztosít a pályázat a rászorulók részére. Nyíregyháza önkormányzata 2017-ben pályázott a város szegregált területeinek rehabilitációjára. A projekt célja, hogy mind a lakhatás körülményében mint pedig a társadalmi integrációban segítsék a huszártelep, valamint a keleti lakótelep elszegényedett családjait. Jászai Menyhért a pályázat bemutatásakor elmondta a munkálatok első üteme folyamatban van, kilenc család pedig már be is költözhetett a nyírvévi által felújított és bérbeadott lakásokba jelenleg első ütemben 15 lakást újítottunk föl, összkomfortos, minden kényelmi szolgáltatással ellátott, tágas, tiszta, rendes lakások, ahol egy család méltóképpen tudja élni a hétköznapét, nevelni a gyermekeiket, hiszen tudjuk azt, hogy a mély szegénységből, a szegénységből kilábalni, integrálni a leszakadó csoportokat, három követelmény mindenképpen kell, lakhatás, oktatás, képzés, munkahely és ebből lesz társadalmi felzárkózás idegyházán is. A problémák komplex kezelésére két pályázat is fut egy idő alatt, ezeknek az összértéke meghaladja a két és fél milliárd forintot. A sajtótájékoztatón kiemelték, nem csupán lakhatási támogatásról van szó. A projekt tartalmazza a két érintett elszegényedett telep környezetének felújítását és az ott élők foglalkoztatásának elősegítését. Ennek csak egyik eleme a lakhatás és a megfelelő lakhatás biztosítása. Emellett ugye gondolkodni kell abban, hogy akik hátrányosabb helyzetben vannak azért, mert nem megfelelő az iskolai végzettségük, nem rendelkeznek munkahelyel, akkor ezeket a problémákat hogyan tudjuk kezelni, illetőleg megoldani. A közösen kiútélt programnak pont ez a lényege. Így folynak most is folyamatosan képzések. Mind a két telepen élők számára, mind a nők, mind a férfiak számára ajánlottunk különböző képzéseket. Pont azért, hogy ez a megélhetésükben Gondot, ehhez még úgynevezett megélhetési támogatást is biztosítunk. A költözésben és a beilleszkedésben a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ munkatársai segítkeznek. Az intézmény vezetője elmondta, a különböző civil szervezetekkel és a görög katolikus egyházzal közösen évek óta próbálják javítani a rászoruló családok lehetőségeit, illetve a közösségfejlesztés is fontos feladatuk. Legfontosabb feladatunk az, hogy az élethelyzetükben pozitív változás következzen be. Ennek ugye számos összetevője van, hiszen a családi gondok, a megélhetési problémák, az nagyon szorosan összefog a munkaerőpiaci helyzettel. Ennek előzményeként, hogy megfelelő végzettséggel rendelkeznek tehát a képzési kérdések, tehát egy nagyon összetett és komplex problémával kell szembenéznünk, és a mi feladatunk az, hogy támogassuk a klienseket. A projekt második ütemében év végéig további 50 szociális bérlakás belsejét újítják fel, valamint folytatódnak a kamerarendszerek kiépítései, a közüzemi felújítások és a zöld területi fejlesztések. A sajtótájékoztatón elhangzott, az átköltöztetéseket követően a teljesen megüresedett, leromlott állapotban lévő lakóépületeket a tervek szerint elbontják a város Megyeszerte befagytak az állóvizeink az elmúlt hetek hideg időjárásának köszönhetően, azonban a jég még korán sem alkalmas arra, hogy bárki rámerészkedjen. A jégbeszakadás okozta baleset, gyakran halálos kimenetelű. Azonban kellő elővigyázatossággal és a szabályok betartásával könnyen elkerülhető a baj. A Tiszak Gergely jugarnyánál még épp, hogy hoz magával jeges darabokat. A bújtosító viszont szinte már teljes egészében be van fagyva. Azonban távolról is jól látszik, hogy a jég több helyen olvat, és még a vastagsága sem megfelelő ahhoz, hogy biztonsággal megtartson egy embert. A jégen tartózkodásnak számos ismert és kevésbé ismert szabálya van, ezek betartása pedig akár életet is menthet. Mondta el televíziónknak Molnár János, a Tiszai vízirendészeti rendőrkapitányság neményi vízirendészeti rendőrőrsének parancsnoka. Szabadvizek jegén akkor lehet tartózkodni, ha a jég az biztonságos illetőleg vannak tiltó rendszabályok, tehát tilos éjszaka és rossz látási viszonyok között, tilos folyóvizek jegyén tartózkodni, tilos gépjárművel a jégre menni, kivéve a biztonságos munkavégzés esetén, tehát a nádvágókra gondolunk itt, és tilos az olvadó jégre, illetve a rianó jégre rámenni. A tavak befagyott felületein csak akkor szabad tartózkodni, ha a jég kellő szilárdságú, nem olvad, nem mozog és elég vastag. Ez azt jelenti, hogy ha a fagyásban lévő jég már legalább 8 cm vastagságú, akkor egy embert jó eséllyel elbír. Csoportosan 15 cm fölött merészkedhetünk a jégre, 18 cm vastagságnál pedig akár már eszközökkel, szánkóval és korival is a jégre léphetünk. Ha valaki mégis a jeges vízbe esik, a mentés szabályait is érdemes betartani. A mentés mindenképpen úgy célszerű megkezdeni, hogy magunkat ne veszélyeztessük, tehát a saját épségünket. Amennyiben ezt nem tudjuk kivitelezni, akkor mindenképpen segítséget kell kérni. Amennyiben el tudjuk kezdeni a mentést, tehát rendelkezésünkre áll egy, akár egy hosszabb faág vagy egy kötél, amit oda tudunk dobni a jégbe akkor elkezdhetjük a mentést. A mentésnél mindenképpen az a legfontosabb, hogy megnyugtassuk azt, aki a légbe szakadt, hogy nyugodt legyen, ne kapálózzon, ne törjön még nagyobb jeget, és megpróbáljuk kihúzni a, a jég tetejére, és ha már kint van, akkor az a legfontosabb, hogy minél nagyobb felületen feküdjünk a jégen, tehát tegyük szét lábunkat, kezünket, és úgy próbáljunk a part felé e, kievickélni, vagy kihúzni oda a part felé. Amennyiben nincs más eszközünk, akkor összekapaszkodva több ember, tehát mint egy élő lánc, e, mi is kezünket szét tesszük, és akkor úgy-úgy húzzuk ki a jutottat. A panasznak hozzátette: A légvágásnak is szigorú szabályai vannak, azt mindenképpen jelölni kell, az egy négyzetméternél nagyobb légvágását pedig piros-fehér szalaggal körbe is kell keríteni a balesetek elkerülése érdekében. Csak nem 2 milliárd forintot fizetett vissza az állam a sikeres nyelvvizsgák után. A fiataloknak 2018. januárja óta van lehetőségük visszaigényelni a vizsgadíjakat az államtól. Ennek feltétele a sikeres komplex vizsga, illetve hogy az illető 35 év alatti legyen. A középfokú nyelvvizsgadíja 28 és 34 ezer forint körül mozog, a felsőfokú akár 38 ezer forintba is kerülhet. A visszaigénylés mértéke a díjfizetés időpontjában érvényes minimálbér 25 ának megfelelő. Összeg. 2019. november 30-ig 65.247-en éltek a lehetőséggel. Hazai és Európai Uniós pályázatok, valamint a város önálló költségvetése tette lehetővé vásárosnamény számára, hogy milliárdos nagyságrendű fejlesztéseket valósítson meg 2019-ben. A kerékpárút hálózat bővítése, az ipari park fejlesztése és a kondipark létesítése is ezen projektek közé tartozott. 2020-ban pedig az autós közlekedés szeretnék gyorsabbá és biztonságosabbá tenni a városban. Az ötvös kúria még romos állapotban áll vásárosnomény szélén, azonban a projekt tábla már jelzi, hogy hamarosan megváltozhat az épület és a környezete is. A városban számos beruházás és fejlesztés valósulhat meg 2020-ban, folytatják a korábbi topos projekteket és számos új fejlesztésbe is belekezdenek. Elsődlegesen a Ötös kúria fejlesztése és teljes felújítása indul el. Nagyon nagy hangsúly fektetünk itt a zöld növelésére, hiszen a klímastratégia itt van előttünk, tudjuk azt, hogy oda kell ügyelnünk arra, hogy egy város, egy térségi központ milyen formában ad mintát és szolgáljó példaképpel a térség előtt. Épp ezért a zöld növelése mellett oda arra is, hogy a közlekedés kapcsán olyan parkolhelyeket alakítsunk ki, amelyek lehetővé teszik azt, hogy az autókat az emberek a városközponthoz közel tudják letenni, és esetlegesen gyalogosan jussanak majd el a boltokhoz. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a múltra ügyelve, az ötvös család emlékét megőrizve, a kúria visszakapja régi formáját. Ugyanakkor a gyermekekre is figyelünk, majd egy játszótér is épül majd erre a területre. A településen továbbra is kiemeltem fontosak a turisztikai fejlesztések, megkeretében a tiszaparti beruházások is hamarosan megkezdődnek. Itt több mindenben gondolkodunk, mobil játszótér, a komfortosítás tükrében, aki kerékpárral érkezik, tudjon hajóba ülni, aki hajóval érkezik, tudjon bringára pattanni, de nagyon fontos, hogy olyan szociális blokkokat is kialakítunk, amely a kulturális tisztálkodást, átöltözési lehetőséget biztosít, és persze szeretnénk hogy azt is, hogyha aki kipattant a kajakból, a kenúból, azonnal tudja bekapcsolni a mobilját, és a, a wifi, free, free wifi működik majd Gergely Gornyán is. A turisztikai fejlesztések mellett az energetikai beruházásoké lesz a főszerep a városban 2020-ban. Több közintézmény is megújulhat. Nyilázzáró cserékre, hőszigetelésre, napelemes rendszerek kiépítésére és gázkazán cserékre is sor kerül idén. Többek között a Vitkai Általános Iskolában, az Ötvös József Általános Iskolában és a második Rákóczi Ferenc Gimnáziumban is, melyek összértékek közel 700 millió forint lesz. A településen ezen túl a közlekedés fejlesztés is folytatódik idén. A magyar közúttal együttesen olyan projektet dolgoztunk ki az elmúlt év végén, amely kapcsán egy félmilliárdos nagyságrendben a legjelentősebb útjainak a burkotát teljesen fel tudjuk újítani, illetve ide a Városközpontba, a Szabadságtér és a Rákóczi út keresztedősébe egy mini körforgalom kerül kiépítése, ezáltal biztosan, biztonságosabbá és egy kicsikét gyorsabbá téve is a közlekedést, valamint a Szabadságtér Kosut utca, Radnóti utca, Rákóczi utca, valamint a Kölcsé és az Árpád utca teljesen megújul, új patkát és új kap majd. A polgármester hozzátette, különleges helyzetben van vásárosnemény abból a szempontból, hogy a beregi térség három országgal határos, így kiemelt jelentőséggel bírnak a határon átnyúló projektek is, melyekben testvértelepüléseikkel közösen is pályáznak majd együttműködésekre. A hétvégén indul az idei emlékmenet a Doni hősökért. A többnapos gyalogtúra február 10-ig több mint 30 településen látogat el szabolcs már bereg megyében. A menetre elsősorban iskolásokat várnak a megyéből és az ország többi részéről egyaránt. Korhű második világháborús ruhákban, fegyverekkel és zászlókkal felszerelkezve sétálnak ezek a fiatalok. A képek még 2018. januárjában készültek Nyíregyháza belvárosában. Ahogyan előtte is már többször azóta is megrendezik az emlékmenet a Doni Hősökért című rendezvényt, amelyre idén már 8. alkalommal kerül sor, azzal a célra, hogy felhívják a lakosság figyelmét az emlékezés és a véráldozat fontosságára. A 33 települést érintő 200 kilométeres gyalogmenet szombaton lónyáról indul, és az első felek keddig tart, majd a gyaloglás február 7-én Balkányból folytatódik és 10-én Nyírbátorban zárul. A Honvédsúli Egyesület által szervezett programban többségében általános és középiskolás diákok vesznek részt, a megye és az ország számos pontjáról. A menetre egy 15 fős hivatásos katonai alettséget is várnak, nakik a tervek szerint együtt teszik meg a túrát a gyerekekkel. A mai fiataloknak is tudniuk kell, mi történt Csernobilban, és milyen hatásai voltak az emberiségre, véli is Trutkó. A televíziós riportál legutóbbi dokumentumfilmjét az atomerőműnél készítette, ennek kapcsán pedig országos rócsót is szerveztek. Az előadásokkal szabolcs már bereg megyébe is ellátogattak, többek között a Nyíregyházi Évízben találkozott Trutkó és a stáb a diákokkal. Lemondtuk-e már otthon az áramszámlát, mert úgyis egyedül világítok? az önirónia sem áll távol hazánk egyik legismertebb televíziós riporterétől. Balogh Szilárd ismertebb nevén Bújis megtöltötte a vásárhelyi pár építőipar és környezetvédelmi vízügyi szakgimnázium tornatermét érdeklődő diákokkal. Az országjáró Rócsó helyszínein Csernobíról és az atomkatasztrófa helyszínén tapasztaltakról beszélt. Csernobillal kapcsolatban rengeteg, sokkal több a legenda, mint a valóság, és azok, akik, én úgy gondolom, hogy Dezsővel és Zsoltal mi szerződtünk az élettel a tények tiszteletére, ezért mi megpróbálunk tényanyagot, emellett a tárgyi tudás mellett pedig tapasztalatot is átadni, úgyhogy ezért tartom ezt fontosnak, hogy ne egy tankönyvből olvassák el, hogy akkor a száraz tények 1986. április 26. -a hajnalban milyen emberi hiba mit okozott, hanem azt, hogy élőben is el tudjuk nekik mesélni azt, amit mi láttunk, és jó esetben más pedig nem. Frutko nem szereti a sallangokat, az eszköze mindössze egy mikrofon. Szerinte ennyi szükséges ahhoz, hogy hitelesen át tudja adni a hallgatóságnak tapasztalatait, tudását, és hogy viszonozni tudja a szeretetet, amit országszerte kap az emberektől? Ez egy felelősséggel jár. Az újságírás és a nyilvánosság egy hatalom, amelyel meg kell tanulni élni, és nem visszaélni. Igazából azt találom meg, hogy ebben a politikával nagyon-nagyon súlyosan megsúlyosbított közéletben, ahol minden politikáról szól, teljesen mindegy, hogy melyik oldalról, nagyon-nagyon, én azt látom, hogy arra van nagyon igény, amikor egy ember azt mondja, hogy a politika nem tudja semmilyen módon befolyásolni, hanem igazából hétköznapi hősökről, olyan emberekről beszélek, amely akár a szomszédember is lehet. A Csernobil szerkesztője hosszabban mesél előadásairól és az atomkatasztrófa helyszínén tapasztaltakról a péntek esti Weekend című műsorunkban. Vasárnap ismét hazai környezetben lép pályára a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. Az NB1B piros csoportjában lista vezető kék cápák a hetedik helyezett budapesti honvédot fogadják. A mérkőzés vasárnap fél ötkor kezdődik a Continental Arénában. Három mérkőzésből három győzelem a kék cápák idei mérlege, ráadásul a legutóbbi fordulóban a Veszfém otthonában nyert rangadót a Nyíregyházi Gárda. Persze a bravúroknak akkor van igazán értékük, ha a csapat hozza a kötelező győzelmeket is. Vasárnap egy ilyen kategóriába tartozó találkozó vár Tóth mivel a tabella hetedik helyén álló budapesti honvéd érkezik a kontinentál arénába. Persze a meccset nem lehet egy pillanatig sem könnyen venni, mert egyrészt az ellenfelek különösebb nyomás nélkül lépnek pályára másrészt pedig a fővárosiak legutóbbi mérkőzésükön 8 győzelmet arattak, de ezzel tisztában van a Blue szakmai stábja is. Készülünk főleg ennek a honvédnek az agresszív vélekedésére, illetve abból a gyors letámadásukra. Próbálunk erre felkészülni, illetve próbáljuk a saját játunkat játszani, természetesen, hiszen, hiszen a saját játszunk, akkor ez működni fog de remélem, hogy nem fog problémát okozni a honvéd védekezése. Nyilván minden csapat ellen másképp kell készülni, illetve minden egy csapat más kondícióban van, és attól függ, hogy hogy tudjuk őket felülrőlni, valamit csapatot már az első félidőn, valamit csapatot csak a negyedik negyedben. Meglátjuk, hogy a honvéd milyen állapotban van. Bazsó Bruno szerint eddig minden a tervék szerint alakul az idei évben. A szezonban közel 14 pontot és 8 lepattanult átlaguló kosaras bízik a hasonló folytatásban. Jó hangulat, jól tudtuk kezdeni az évet, meg tudtuk nyerni azt a két mérkőzést itthon, amit szerettünk volna, és utána még a harmadikat Veszprémbe, úgy gondolom, hogy ez bravúrnak mondható. Most már elkezdtünk készülni a Honvédra, és reméljük, hogy itthon meg tudjuk verni őket. Egy rohanós játékot játszanak, ha jól tudom, akkor 10-ből 8 mérkőzést megnyertek, és megpróbáljuk igazából ezt a gyors játékot lelassítani, és kivenni a gyors indításaikat, szóval okosan kéne támadnunk. A 17. fordulóból egy meccset már csütörtökön lejátszottak, azon a MAFS 103-91-re verte a PVSK-t. A további párosítása következő Vasas Akadémia Veszprém, TF Budapest BKG Prima Ese, Salgó Tarján, Meavsz Miskolc, MTK Elite Basket Budafok és Baja Nagykörös. A Hübner Nyíregyháza Blue Sharks Budapesti Honvéd mérkőzés vasárnap 16 óra 30-kor kezdődik a kontinentál Arénában, a költség Televízió nézői pedig hétfőn 21 órától láthatják a találkozót. Egy lépéssel közelebb került a Magyar Kupa fináléjához a Fátum Nyíregyháza. Holósi László együttese az elődöntő első mérkőzésén három egyre győzött Jászberényben. A visszavágót január 30-án rendezik a Kontinentál Arénában. A Magyar Kupa döntőjét és a bronzmérkőzést február 13-án játsszák Nyíregyházán. Iradunk végén pedig nézzük legfontosabb híreinket még egyszer néhány mondatban. Jó utánben zajlik nyíregyháza elszegényedett területeinek rehabilitációja. Huszártelepen és a keleti lakótelepen élők lakhatási, oktatási és foglalkoztatási támogatására összesen mintegy két és fél milliárd forint áll rendelkezésre. Kilenc család már be is költözhetett a felújított bérlakásokba, a projekt második ütemében pedig további 50 lakást rekonstruálnak, valamint a két érintett terület környezete is megújul. A jégen tartózkodásnak számos ismert és kevésbé ismert szabálya van, ezek betartása akár életet is menthet. A tavak befagyott felületein csak akkor szabad tartózkodni, ha a jég kellő szilárdságú, nem olvad, nem mozog és elég vastag. Ha valaki mégis a jeges vízbe esik, a mentésénél a legfontosabb, hogy a segítők a saját biztonságukat is szem előtt tartsák hazai és Európai Uniós pályázatok, valamint a város önálló költségvetése tette lehetővé vásárosnamény számára, hogy milliárdos nagyságrendű fejlesztéseket valósítson meg 2019-ben. A kerékpárút hálózat bővítése, az ipari park fejlesztése és a kondipark létesítése is ezen projektek közé tartozott. 2020-ban pedig az autós közlekedés szeretnék gyorsabbá és biztonságosabbá tenni a városban. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták január 17-én pénteken. Friss hírekkel, megközelebb hétfő várjuk majd önöket. Szombaton este pedig heti hírösszefoglalónkkal a Krónikával jelentkezünk. A tudósításainkat addig is internetes oldalakon visszanézhetik. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, szép estét, jó hétvégét, viszontlátásra! Szombaton többnyire erősen felhős lesz az ég, párás, ködös idő várható. Ónoszitálás, szitálás, húszállingózás egyaránt előfordulhat. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 2 fok körül alakul. Vasárnap nagy részt erősen felhős vagy borult lesz az ég, de tovább csökken a ködös területek kiterjedése. Kezdetben több helyen várható, általában gyenge havazás, hószálingózás, majd napközben egyre több helyen számíthatunk havas esőre, esőre, aztán estére a legtöbb helyen megszűnik a csapadék. A jövő héten változóan felhős időre van kilátás, általában több-kevesebb napsütéssel, csak néhol alakulhat ki hózápor. Hidegebbek lesznek az éjszakák, de ezzel együtt enyhülnek a nappalok.